Azt egyértelműen lehet mondani, hogy a Debreceni Egyetem a magyar egyetemek közül a nemzetközi rangsorokban a legjobbak között van. Vannak olyan szakok, vannak olyan képzési területek, ahol akár az első 200-ban is benne vagyunk, első 2-300-ban. Itt az orvosegészségtudományi, akkor a gyógyszerészeti, vagy a agrárképzési területet, de lehet mondani a természettudományt is, amely szintén nemzetközi szempontból nagyon jó van rangsorolva, többféle rangsort ismerünk, ebben most nem megyek bele. Tehát ha úgy vesszük, hogy hány hallgató jelentkezik ide, éppen az orvosegészségtudomány az egyik legnépszerűbb képzési terület, ahol a legtöbben jelentkeznek, és a legtöbbet veszük fel, akkor azért nagyon jó, hogy a minőségben is itt ezek a területek, ezek nagyon előkelően rangsorolt területnek számítanak. Ugyancsak a minőséget szolgálja az egyetemnek a nemzetköziség, ennek csak az egyik pillére az, hogy nálunk van magasan a legtöbb külföldi hallgató, ugye 5000 fölött, erről már a sajtóban korábban részletesen beszéltünk, de a nemzetközi beágyazottsághoz hozzátartozik maga a kutatás, az, hogy kutatóegyetem, tehát az ország 5 legelismertebb tudományos szempontból legjobban elismert egyeteme közé tartozunk. Ennek eleve feltétele a nemzetközi beágyazottság, másrészt pedig az, hogy innen nagyon jó lehetőség van arra, hogy külföldi tanulmányutakra, ösztöndíjakra, gyakorlatokra, részképzésekre menjenek a hallgatók. Azt lehet mondani, ezt nyugodtan állítom, hogyha valaki a Debreceni Egyetem hallgatója és szeretne külföldön hosszabb, rövidebb időt eltölteni, ezt az egyetem tudja biztosítani. A másik dolog a piacképes diploma. Lassan ott vagyunk, hogy a kuráns területeken, és nem csak az informatikán, mert erről lehet tudni, hogy ott is jelentős felvevő piac van a képzett informatikusokra, de akár műszaki, orvos, egészségügyre, a legtöbb területen most már nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeink vannak. És itt említem meg, hogy egyre inkább ez a munkaerőpiaci kapcsolat, az ipari kapcsolataink, ezek túllépik az országhatárokat, hiszen erről is lehetett hallani a sajtóban, hogy nagy nemzetközi világcégekkel állunk már kapcsolatban, akiknek a projektjében a Debreceni Egyetem, mint képzőhely és mint kutatóhely is szerepel. És ez mi nálunk tanuló hallgatók számára azt hiszem, hogy kinyílik a világ ezzel, és olyan lehetőségeket tudunk teremteni, amit más intézmények esetleg nem, vagy csak kevésbé. December 22-én jelent meg a felvételi tájékoztató, amely nagy részletességgel és pontossággal tartalmazza az ezévi általános eljárásnak a felvételi szabályait, a szakokat, a jelentkezésnek a módját. Viszont az is szokásos már, hogy december után megjelentetik január hónapban az oktatási hivatal a tájékoztatónak a hivatalos kiegészítését. Erre nyilván szükség lehet, de nem azért, mert valamit elfelejtettünk megjelentetni benne, hanem azért, mert a Debreceni Egyetem folyamatosan fejleszti a képzéseit, hogyha valamilyen nyilvántartásba vételi eljárás vagy akkreditációs eljárás folyamatban van, akkor az oktatási hivatal, ha lezárulnak ezek a folyamatok, akkor lehetőséget ad arra, hogy ezeket még megjelentessük, hiszen csak akkor indulhatnak el az új képzések szeptemberben, hogyha ezekben a hivatalos tájékoztatókban megjelennek, tehát tulajdonképpen a hivatalos kiegészítés arra szolgál, hogyha új engedélyekkel, új nyilvántartásba vételekkel rendelkezünk, ami januárban zárult, akkor erről még tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket vagy a jelentkezőket. A hivatalos kiegészítésben három újdonság van, ami a Debrecen Egyetemet érinti. Az egyik az egészségügyi karunknak az egyik szakát, a szociális munka alapképzési szakot, amit duális képzési formában is indíthatunk, és ezt az információt fűztük kiegészítésként a tájékoztatóba. A másik az, hogy a turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzést kisvárdai képzési helyen levelező tagozati formában is elindítjuk, illetőleg, hogy a műszaki menedzser szaknak a légi közlekedés menedzsment specializációja is elindul. A Debrecen Egyetem a mostani beiskolázási időszakában 11.500 szabad férőhelyel fog rendelkezni, ahová várjuk az érdeklődő, leendő hallgatókat, hogy jelentkezéslapjukat vagy jelentkezésüket nyújtsák be. A felvétel eljárásnak a legfontosabb határidői, ugye február 15-e, ameddig be kell nyújtani a jelentkezéseket az elektronikus rendszeren keresztül, tehát hogy egy papír alapon nem sok minden
mozog már, illetve február 20-áig ezt hitelesíteni kell. Ez történhet papír alapon, illetőleg ügyfélkapunk keresztül. A hiányzó dokumentumok pótlására július 11-éig van lehetőségük a jelentkezőknek, a ponthatárokat pedig várhatóan július 25-én tudhatják meg a jelentkezők, és nyilván ezután a hivatalos értesítéséből pedig azt, hogy felvételt nyertek a kívánt helyre, vagy pedig nem. Aki a Debreceni Egyetemet választja, az ország legnagyobb és legaktívabb hallgatói közösségének a tagjává válik. Az ország legnemzetközibb egyetemeként, ez is elhangzott, hogy több mint 5000 külföldi hallgató tanul a Debreceni Egyetemen, multikulturális, de ugyanakkor biztonságos és egyedülálló zöld környezetben töltetik el egyetemi éveit a Debreceni Egyetemen tanulók. 2016-ban merült fel az ötlet, hogy egy egyedülálló tanévnyitó show keretében a U-Day nevű rendezvényen ünnepeljük meg azt, hogy a Debrecen Egyetem polgárai vagyunk. Ez ugye 2016-ban az év rendezvénye díjat is elnyerte. A tavalyi évben is nagyon sikeres volt, hiszen 20 000 egyetemi polgár ünnepelte azt, hogy a Debrecen Egyetem közösségéhez tartozik. Több mint 5000 kollégiumi férőhelyen rendelkezik a Debreceni Egyetem, és a felvételizőknek közel 86%-át fel is tudja venni az egyetem, mindkét számadat országosan egyedülálló. Az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseken ment keresztül az egyetem sportélete, kezdve a Sporttudományi Oktatóközpont létrehozásával 2015. szeptemberében, majd a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központ 2016. szeptemberében, és a tavalyi évben szintén szeptemberben került átadásra az Unifit Fitness Központ, amely nagyon magas szintű fitness szolgáltatást nyújt, de ugyanakkor alkalmas tudományos kutatásoknak a lebonyolítására is. És akkor a másik opció a stressz levezetésére, az a szórakozás. Ebben is egyedülálló a Debrecen Egyetem, hiszen a Nagyerdei Stadionban található a Hall Debrecen szórakozóhely, ahol minden héten az ország legnagyobb egyetemi bulián, a Campus Partin szórakozhatnak a fiatalok. És itt a Nagyerdei Stadion környezete további fejlesztésen ment keresztül a víztoronnyal, illetve a víztorony kerttel, amely szintén kibővítette a szórakozási lehetőségeket. Ugye ezek azok a helyszínek, amik a Campus Fesztiválnak is meghatározó elemei, amely szintén egy kiváló lehetőség az egyetem hallgatóinak a pihenésre és a szórakozásra. Én azt gondolom, aki a Debrecen Egyetemet választja, az csak is jól dönthet, hiszen minden lehetőség adott arra, hogy jól, hasznosan és magas színvonalon lévő oktatással töltse el az egyetemi éveit.